Gondolkodtak-e már azon, hogy miből fakad a női szépség, és vajon megélheti-e valaki úgy is a nőiességet, hogy győzött már le daganatos megbetegedést? Erről Bánhalmi Norbert fotóst kérdezem, aki maga is találkozott ilyen hölgyekkel. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban. Ugye egy nagyon érdekes fotókiállítás nyílik hamarosan. Hát igen, bizonyára érdekes, bár nem mindenkinek, kicsit megosztó. A kiállításnak az a célja, hogy olyan hölgyeket mutassunk be, akik túl vannak nőgyógyászati daganaton, és ismét tudnak igazi nőként élni, tehát családanyaként, annak ellenére, hogy a nőiességükben egy kicsi csorba keletkezett. Hogyan jött az ötlet, hogy ilyen hölgyeket fogtok fotózni? Ez is egy érdekes történet. Tavaly dr. Csernus Imrének készítettem egy portréképet, és két mondatával elhintett bennem egy ilyen gondolatot, amikor azt mondta, hogy én lelkiekben alkalmas vagyok arra, hogy ezt a témát feldolgozzam, és akkoriban ezt még nem éreztem, aztán egyszer csak jött. Ugye gondolom, neki sok hasonló betege van, aki nem tudja mondjuk feldolgozni, hogy megváltozott a teste, és így. Ebben nem mentünk bele, csak igazából így rám nézett, és azt mondta, hogy szerint én érzem és látom az emberekben azt, ami a szép. És örülne ennek, hogyha lenne egy ilyen kiállítás. Azért bennem felmerül a kérdés, hogy hogyan sikerült modelleket ehhez a fotósorozathoz találni, hiszen azért én nem gondolom azt, hogy nagyon sokan mernék ezt még vállalni ennyire nyilvánosan. Rizikó volt. A közösségi oldalamon egy ilyen élő videóban elmondtam, hogy mit szeretnék, milyen kiállítást, és hogy kiknek a jelentkezését várom. És 24 órán belül jöttek a jelentkezők. Akkor ez egy pozitív meglepetés. Sokkal többen jelentkeztek, mint mondjuk gondoltad volna. Körülbelül annyian jelentkeztek, mint amit gondoltam. Korosztályban kik voltak a bátrabbak? Vagy melyik korosztály az, amiből válogattál? Megmondom őszintén, sajnos, ahogy látom, ez korosztályban már a 25-től jelentkezik, tehát 25 és 70 év között, de korosztályban a 45 és 60 közötti, 65 közötti korosztály a legbátrabb. Hogyan zajlott az ő kiválogatásuk? Kellett valami próba képeket készíteni esetleg, hogy mennyire volt velük nehéz, illetve könnyű a közös munka? Számomra megtisztelő volt bárkinek a jelentkezése, tehát nem válogattam. Soha nem válogatok kiállításaimra. Amikor valaki jelentkezik, akkor ő onnantól kezdve a modell. Teljesen mindegy, hogy néz ki, teljesen mindegy, hogy ki ő. És mindig egy beszélgetéssel indult a fotózás, hogy miért ül itt? És miért? Tehát szerintem ez is sok mindenkit érdekel, hogyha valaki úgy dönt, hogy bevállalja, akkor mi motiválja, inkább az önbizalom hiány, vagy hogy ne legyen az, hogy ha valaki azt látják, hogy átesett egy ilyen műtéten, akkor esetleg úgy néznek rá, hogy vajon látok-e valamit, hogy ott valami nem úgy áll, ahogy kellene. Példaképek szerettek volna lenni. Tehát mindenkinek az volt a célja, hogy megmutassa a nőtársainak, hogy igen, lehet elég erős valaki, és ezt az erőt szerették volna kommunikálni. Ugye ezek azért művészi fotók, tehát azt tegyük hozzá, hát hogy ezek direkt úgy vannak beállítva ezek a képek. Mennyire voltak, hát most ez egy picit eltúlzózó, de fesztelenek a hölgyek, amikor fotóztad őket. Mennyire volt velük egyszerű, vagy nehéz a munka? Egyiket hogy úgy álljanak, úgy pózoljanak. Igen, ez mindenkinek felvetődik a fejében, mert ugye azt mondtuk, hogy aktfotókról beszélünk, de közben mégsem. Az egész folyamat úgy zajlott, hogy megnéztünk az interneten különböző pózokat, képeket, és mindenki kiválasztotta azt, hogy mi az, amit ő el tud fogadni, mi az, amit szívesen mutatni, mi például az a kép is ott mögötted, hogy igen, ő ezt úgy vállalná. És mindenki hozott, vagy kerestünk egy olyan háttérképet, amivel a kettőt montázsoltuk, és ezáltal egy picit vissza van adva a lelke. Ez nem a testünkről szól, mert minden belülről indul. A betegség, az öröm, a bánat, tehát minden egy lelki eredetű dolog, és ezt szerettem volna a képekbe visszaadni. Akkor ez lehet egy üzenet is a hölgyeknek? Ez így van. Tehát minden képnek nagyon-nagyon mély üzenete van, és nagyon mély mondani valója. Mindenki tudja, hogy mit akart ezzel üzenni, de mindenkinek más fog lejönni. Ugyanis a néző mindig az aktuális lelki állapotában néz meg egy képet. Ezért nincs olyan jó és rossz fotó. Hol lesznek ezek a képek láthatóak, még azt mondjuk el? Ez a Stefánia Palotában, május 3-án, azaz holnap este 6 órakor nyílik a kiállítás, és 15-ig lehet ott megtekinteni. És utána
szerencsések vagyunk, mert átköltözhet a csendülőbe, Noszvajra, és ott május 20-án lesz a megnyitója, és egészen szeptember 30-áig lesznek ezek a képek láthatóak. Nagyon sok sikert kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Minél többen nézzék meg, és jusson el hozzájuk az üzenete!